Sziasztok, ez itt az Igen Podcast. Zenészekkel beszélgetek az elmúlt másfél év tanulságairól. Mit csináltak, mit nem csináltak, mi történt, mi nem történt. Hogyan jöttek ki ebből az időszakból? A most következő vendégemmel néhány pici sztorit mondanék felvezetőnek. Az egyik az, hogy amikor elváltam és találkoztunk a backstage-ben, akkor mondtam, hogy hát most engem állhagytak. Rám nézett, azt mondta, hogy én azt hittem veled, csak összejönni lehet. Én ilyet mondtam, tényleg? A vendégem Vitár is van hello Iván. Sziasztok, hello. A másik sztorim pedig az, hogy a lányaimmal itt elképesztő módon összehangolódt az első másodperctől kezdve, de ez a mondás is megmaradt nekem akkor, hogy ez elképesztően jól esett. Most azon túl, hogy csaj, pasi, tudod ezt az régi dolgot, hanem én hogy a volt. Régi be... dolog. tudod, én már kicsit vagyok hozzá, de annyira jól esett, hogy így, hogy így rá vissz, és ez egy olyan, olyan intelligens bók volt, amit te nem is tudod akkor, hogy ez nekem milyen jól esett úgy egy ilyen normál. Ekkor a király vagyok. Igen, de tett, tök jól esett. Tényleg jól esett, és hogy azt a... Én nem tudom, hogy nem is nem, hisz, nem ismertél akkor annyira engem jól, egy ilyen random trip, bulin futottunk össze, de Oigen. na jól esett. Úgyhogy ezt így azóta ilyen hálával a szívemben őrzem azt a villanásodat, és hát ott oda meg több ilyen közös alkotásban volt részünk. Hogy vagy most? Hát pont amikor idejöttem, akkor azt mondtam neked, hogy egy kicsit ilyen, ilyen fáradtan, ilyen aluszékony állapotban vagyok, ez lehet, hogy látszik is a fejem. Nem, nem annyi ez, nem. Tudod, de ha bele csak ezt élni lehet. Igen, de olyan, 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 annyiban volt ez az egész furcsa, hogy szerintem mindannyian nagyon örültünk annak, hogy visszajött a koncertezés, meg hogy lehetett most így nyáron játszani, meg voltak tényleg ilyen, ilyen kiemelkedő élmények, de hogy nekem még az is furcsa volt ebbe, hogy azon rögtünk, hogy mondjuk Fishing on fő, mm -hmm. tudod, és ez egy zseniális fesztivál, és ott van négyezer ember rajta, ilyen brutális, és utána egy másnap olyan volt, mintha egy álom, egy ilyen illúzió lett volna. És így mondtuk egymásnak, hogy ezt ne higgyétek el, <laughs> mert ez valószínűleg nem igaz. Mm. És szóval egy furcsa dolog volt ez, és egy, egyben nagyon fárasztó, és már teljesen kivoltunk, szerintem zökkenve egy zenekarilag is, abból, hogy így megyünk, utazunk, mm. csináljuk. Én azonnal lebetegedtem. Oh. Tehát ilyen, ilyen. Pont volt a Veszprém festen egy ilyen LGT sztori, amiben hívtak. Oh. Az a zenevonatos mm -hmm. produkció, és akkor ott a Solti van, meg a James-el, aki amúgy 70 éves volt aznap, és mindannyiunknál jobban játszottak, ő is, meg a Solti is. Ott 13 fok, egy szápoló koncert lenyom, majd végigálltam az egészet, másnaptól kezdve tud ilyen viszlát, minden, és akkor ott indult be nekünk a turné. Tehát mit csinált -e te a hangodat? Hát az volt a mázlim, hogy ilyen nem ment rá annyira ilyen, ilyen felső légúti torokparára, tehát először csak szarul voltam, és, hmm. és, folyt az orrom, meg mit tudom én, és a vége felé kezdődött el a krahácsolás, meg ezért, úgyhogy, úgyhogy az, azt jó volt hallani, hogy például a színen volt az, hogy hogy ott már húztunk ki dalokat, mert nem, nem bírtam bizonyos dalokat elénekelni, és pont most egy kedves rajongóval találkoztunk, aki ott volt, és így mondta, hogy hát ez a zseni, a legjobb koncertje az évnek, és megnyugodtam, tudod, hogy nem az volt, hogy egy ilyen szörnyű, de hogy, de hogy tényleg az, ilyenkor mindig eszembe jut, hogy amikor így anyázzuk, tudod, a nagy, nagy uh, zenekarokat, akik mit tudom, évi két-három százat játszanak, hogy jaj, hát itt volt az Artif Monkeys, és akkor így nem meg úgy sure. játszott, és akkor nem úgy énekelt, és akkor így, Jézusom, az a van Jézusom, a tehát hogy amikor, amikor így ne, nem az van, hogy egy héten van három bulid, mert azért nekünk azért szerintem a, a négy-öt az, az szokott a top lenni, de amikor egy héten van hét vagy nyolc bulid, Én, akkor mi van? Akkor az hogy énekled végig? És milyen volt? Tehát, hogy most itt nagyon sokat játszottatok 21-ben. Hogy bírtad? Ezt leszámítva, hogy ez a, volt ez a kis betegség, de egyébként, mert azért ugye, hogy én vizualizálok téged, meg titeket, tehát innen indultok, és mondjuk 120-ról indultok, és 150 ig ja, kiszítek, persze, Tehát, hogy az, persze. azért ez egy ilyen nagyon nagy energia, és nagy tömeg, és fesztivál, és Igen. ahogy mondod, ilyen álomszerű másnap, hogy ezt tényleg mit csináltuk. Tehát, hogy, hogy van ez így? El tudtad helyezni a lelkedbe, vagy lemaradt néha, vagy végig toltad, és most, nem... most olyan volt, mint mint Mintha hát tényleg egy ilyen nem, nem, nem sokat használt nyelvet így elkezdenék, így újra beszélni, ah. tudod? Tehát, hogy így eszedbe jutnak a szavak, meg ez, én, én így mondtam is néha a koncerteken, hogy azon hogy melyik kezembe fogtam a mikrofont, tudod, így régen, tényleg, tudod, ilyen, ilyen, ilyen? ilyen izzék, hogy most akkor mi, mit kell csinálni, a tudod, reflexek. tudod? Igen, é. tehát, hogy, hogy nagyon egyszerű azt mondani, hogy hát az rögtön visszajött, kilépsz a színpadra, oh. és így azonnal tudtad, hogy mi van, és ezért Azért én azt mondanám, hogy azért ez nem teljesen volt igaz, és nekünk úgy, hogy összeállt ez az új lemezanyag, amiről majd fogunk beszélni, a ez a budai, a budai pop, pop, így van. És ott ugye a Weil Andrissal dolgoztunk, aki az egészet így producerelte, mm -hmm. meg nyitotta a felvételket, meg ő is játszik velünk legtöbbször. Ugye ezt le kellett akkor próbálni együtt, és akkor ott izzadtunk a próbaterembe hónapokig, és aztán utána hirtelen, amikor ez ki volt engedve a, a szabad meg a játszótérre, akkor ott minden megtörtént, minden hiba, tudod. Tehát ilyen, de ilyen szimbolikus dolgok is voltak, basszus, hogy például a, a nekem van kb. 8 vagy 9 éve egyfajta mikrofonom, egy ilyen ezüst színű, D7-es volt, ezt elárulom. Nem tudom, lehet-e? Igen, nekem ennyit lehet. Ez ugye, senki nem támogatja, hogy ez, ez egy Neumann. Az a, no az a régi mikrofonom, ez Igen. Az, az én énekes mikrofonjaim, ami nagyon különleges, hogy ti ebbe beszéltek, de ez a mostani, a DPA de facto. De jó. Ne meg, ne meg. <laughs> És így jobb hangom lesz ettől. Szóval, hogy, hogy mindegy, egy AKG mikrofonom volt, hozzám volt nőve, tehát, hogy olyan volt, ja. mint hogy nem tudom a énekes Chris a, a telecaster -e, nem <laughs> tudom, tehát, hogy tényleg vagy a Hendrix tratója. És nagyon fontos volt nekem, meg csak azt szerettem azt hogy nem tudom, és a, a zenekar az új lemez megírásával egy időben gyakorlatilag a teljes felszerelését lecserélte. Tehát, hogy mit tudom, Máté visszatért a fehér stratóz, amit nyolc éve mondjuk alig használt, vagy, vagy hat, mm -hmm. nem tudom pontosan, és most minden dalt azon vett föl, akkor a, a Siminél nagyon extra, hogy ott megvettük a lauxnak a dobját, mm -hmm a 75-76-os Ludwig Vista átlátszó, ez egy gyönyörű dobot, ami tényleg az lgt mm. volt előtte, akkor a sprigno és a Springer Marcinak új basszusgitárja lett, új sound, új pedál, mit tudom én, mindenkinek valami új, és nekem maradt ez a régi a mikrofon. A mikrofon. És képzeld a el, de várjál, képzeld el, ebből kettő is van, tehát van egy, szper. ami működő, és van egy szper főpróba fonóban, és mind a kettő elbaszódott. Mind a kettő, és ott volt az, hogy így, így mondtam a hangtechnikus, és ráadásul új krónk is van. Uh -huh. Tehát mondtam a hangtechnikusunk, hogy figyelj, mi legyen. Én, nekem tetszik az a, az is ezüst, ami a Freddy mercury volt, és aki mondta, hogy jó, figyelj, próbáljuk ki ez a sur 565-asszem talán. És így másnap elvettem, megvettem, és onnantól kezdve az van. Oh. És itt, igazából tényleg csak annyi volt a szimbolikájának, hogy minden, ami régi, igen, igen, az, az, az kiesett az az a sztoriból. Pont ezt hallgatom, hogy ez milyen organikusan alakult így, de amiről most beszélsz, az ugye 21 nyár, tehát a, Buda, igen. a budai popnak a megjelenése, a lemezem utat, az június, igen, és igen. de még egy picit, mindjárt megyünk arra is, de picit az engem érdekelne, hogy megtudjátok, márciusban tavaly, hogy nincs buli. És hogy tudjuk meg? És Úgy tudjuk pillanat. meg, hogy aznap koncertünk van egy holland zenekarral, akik már itt vannak a hotelban, és így én előtte Agócs Márton barátommal, aki az Orevoárból ismerhetitek, megyünk egy gimibe, ahol ilyen játszós, nem tudom milyen feladatos sztorik van, tök jól érezzük magunkat, és akkor mondom, hogy na hát akkor én indulok ugye a koncertre. És akkor hívnak, hogy na, para van, jó, leülünk egy kocsmába iszogatni, tudod, hogy ne, ne az legyen, hogy így, a, hogy így az idő így semmibe elmegy, és akkor leülünk, elkezdődik a izé, borítgatás, és így én, így, én akkor már így mondtam, hogy én szerintem nem megyek oda. A cuccot már építették, tehát már, már állt föl. Az. Ez egy, ez egy kiemelt ilyen nagy, nagyobb buli lett Hol volna. Lett Az Újpesten, mm -hmm. és ráadásul a fékkal, akik egy, egy nagyon jó holland zenekar, és közös turnénk lett volna utána velük Hollandiába. Na, és akkor jött a telefon, hogy akkor nem. Mm -hmm. És akkor a, a szegény hollandok úgy csinálták, hogy ők úgy jöttek már meg, hogy lemondták előtte az osztrák bulit, és úgy mentek tovább, hogy aztán a cset, a lengyel, és a. Tehát ők úgy mentek körbe, hogy kidobtak az ablakon, nem tudom hány százezeret, milliót, nem tudom. Szörnyű. Most elvileg amúgy le van kötve ez a turné velük januárra. Mm Hunoz. -hmm és gyakorlatilag is onnantól kezdve beindult ez, hogy jó, lemegy majd júniusba, majd, Igen. majd júniustól, majd, majd április, majd a Belfast, Belfast majd lesz, Na, tudod. A Úgy műpa nem maradt a gyerekek gyerekeknek. Olyan a nincs, legyen. hogy a műpa elmaradt. <laughs> Így van, és aztán minden elmaradt a francba. És 2020-ban volt 7 darab koncert. Ezt akartam pont kérdezni, hogy mi, mi az a nem? Hét. A hetedik, te magad légy. Yes. Nekem a vera kollégám mondta, hogy gyerekek, ezt márciusból leírta, hogy itt azt mondják az elemzők, hogy lehet, hogy egy évig nem lehet koncertet csinálni. meg meg tenerifém vagyok, hülyék vagytok, de hogy? Milyen Én egy van, év, milyen egy év. Március 24-én. se mi az. És akkor neki lett igaza, és az kemény volt. De ezt tök tetszik nekem, összeül a banda, isztok egy kicsit. Mi van utána, amikor megtudjátok, hogy nem csak az nincs, hanem az összes többi nincs? Mi Nagyon nagy szerencsénk volt az két dolog. Az egyik az nem szerencse, a másik igen. Először mondom a jót. Na. A jó az az volt, hogy hogy nekünk már elkezdődött az, hogy írjuk az új dalokat, Aha. és hogy foglalkozunk Aha. a lemezzel, és így meg tudtuk azt csinálni, soha nem értünk szerintem még így nyár elején lemezt tehát soha, uh -huh. soha nem volt olyan, uh -huh. hogy mi júliusba két hétre uh -huh. valóban elmegyünk így egybe, és ott írjuk, uh -huh. úgyhogy ezt láthattuk, ezt hogy ez menni fog, és ez nagyon jót tett a lemeznek, uh -huh. mert a többi az mind ilyen őszi-téli, uh -huh. volt. A másik, ami meg nem jó, az az, hogy a zenekaron belüli problémákat, meg azt, hogy hogy így halmoztuk a dolgokat, és nem, nem nagyon jártunk a végére, azt ott kellett megbeszélni, ez konkrétan a billentyűsünktől való megválás a Bex, Beke István. Oh. Ő, ő 2020 gyakorlatilag akkor áprilisban mondtuk ki azt, hogy Ennyi volt. Olyan, Ott volt hogy... a szakítás. Mm. Ezt jó, hogy azért említed, mert én így óvatoskodtam veled. Tehát én most sokat olvastam, most meg hallgattam, és hogy így vajon mit lehet erről a négy srácról kérdezni? Mit nem? Mi ez? Ez? Igen. Milyen... Igen. Milyen bitlis dinamikák vannak Igen. itt? Mi az, ami a négy srác, aki egy húron pendül, és tudod, a nők szívét, és lengetjük a a vagy mást a koncerten, és hogy, a, tehát, hogy mi az, amit ebből a zene, zenekari Dinamikából. El lehet mondani, nyilván ezzel így határokat tartotok, meg óvatosak vagytok, de azt hallom, hogy ezért egy ilyen. Covid az bekínálta a konfliktusoknak a... Be, de nem csak a, ezt, hanem szerintem mindenkinek a párkapcsolatait, meg magánéleti dolgokat, és szóna, hogy ez egy, ez, egy, ez egy furcsa helyzet volt, hogy tényleg volt, én, én nem tudom, azt biztos te is láttad, hogy ilyen húsz őszén, meg aztán szakítási hullám, de így körülöttünk is, így mindenki... Igen, én egy kicsit akkor, korábban kezdtem. Itt már korábban kezdtem. <laughs> és és ez, ez, ez a zenekar is hatásra volt csak Aha. korábban, én azt gondolom erről, hogy, hogy amikor megalakult az Ájverendő Parazol, akkor nekünk ilyen, ilyen viszonylag közelének mondható, de akkor mégis nagyon távolinak tűnő céljaink voltak. Ezt mindig el szoktam mondani, például Jávor, mai napig nem hiszi el, meg szerintem fel nem fogja, hogy a turbózenek zenekarnak mekkora hatása volt ránk, hogy az volt az álmunk, hogy a turbó előzenek arra lehessünk, oh, yeah, például. Igen. Szépen. És akkor az összejött utána, és akkor ez egy nagyon nagy dolog volt. Jó, akkor legyen egy klippünk akkor azt megcsináltuk, akkor mm. legyen egy nagy lemezünk, és akkor tudod így, és akkor mm. utána jött az, hogy jó, külföld, külföld rádió, izé, csomópontok, keressük meg, nem tudom, így nézzünk ki, úgy nézzünk ki, ezeket mm. magunknak kitáltuk. De ugye az, hogy a zenekar mit akar, mentünk ezek felé a célok felé, és nagyon sokáig úgy tűnt, hogy mindenki egy dolgot akar, de aztán egészen gyorsan kiderült, hogy tökre nem. Négy a négy felét, vagy valaki egy kicsit más? Valaki egy kicsit mm. más. És, és szerintem ezt ez most nem, nem úgy mondom, mint ez valakinek a háttal mögött beszélés értem. lenne. Szerintem a bex kapcsolatban az elmondható, hogy ő mindig azért külön utakat járt mm. ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy, hogy alávetette magát sokszor a mi uh, irányvonalunknak vagy elképzeléseinknek, úgy is mondjuk, hogy lehet, hogy ő belül azt gondolta, hogy erre ő alkalmatlan, vagy nem akar -e így lenni, mm. vagy nem akarja ezt az utat választani, mm. de hát, hogy így muszáj volt. Na, és ezt görgettük magunk előtt szerintem egy jó hat évig, vagy hat-hét uh -huh. évig, és a végén már tényleg elértük azt a szintet, uh -huh. amikor így így vagytok, uh -huh. és ott kellett azt eldönteni, hogy akkor, akkor viszont mi legyen. És tudtok jól dumálni, mert azért az is van, ugye én téged látlak, a srácokat nem ismerem jól, tette, te vagy a legláthatóbb, te képviselet kvázi ezt a fiúzenek, vagy egy férfi zenekart, főbanát, <laughs> jó, férfi zenekart most már, és tehát, hogy hogyan beszélgettek, vagy kinek az igaza érvényesül, vagy hogy van, mert nyilván nagyon sokat vagytok együtt, és ugye te vagy, a neved is benne van a zenekar nevében. Igen, de abszolút tehát, nem, nem kell azt gondolni, bocsánat, hogy belevágok, no, no, no. Hogy, hogy hogy én itt leszabályoznék Aha. mindent meg, hogy én döntenék. Egy alapvetően ma már viccesnek ható demokratikus berendezkedésben <laughs> működik a zenekar. A demokrácia <laughs> Na, minden eset. előnyével és hátrányával. Igen, hosszúak a Tehát a hatalmi szétválasztása néha nálunk is úgy működik, hogy, hogy olyan embereket ültetsz be az adott hatalmiákhoz, akikről tudod, hogy a te véleményedet is azért támogatják, háttéralkuk köttetnek meg, és néha még talán oligarchák is léteznek a hmm. zenekarom belül. Ez tetszik nekem, Zene. szóval ez egy változó, én azt érzem, hogy a zenekari dinamikánk az gyakorlatilag évről évre változik, Aha. vannak alapfelállások, vannak olyan feladatkörök, ami amúgy ami amúgy úgy osztódik le, hogy hogy bizonyos körök uh -huh. vagy egy ember vagy ketten uh -huh. csinálják. Például azt szerintem tök érdekes, hogy az ilyen stratégiai per kommunikációs per mit csináljunk dolgokban, mondjuk a Simi nagyon erősen benne van uh -huh. a kezdetektől. Uh -huh. Tehát ő nagyon erő és, és ő még az elején azért egy ilyen eléggé uh, B-front embernek is volt így. Uh -huh. uh, side front. Side front, vagy. igen. Uh, és aztán... Uh, ez a része egy kicsit talán így, így alább hagyott, de hogy közben meg a, az egész stratégia, meg az alkotás, meg a mindenben ő nagyon erősen részt vesz. Akkor a Máténál szerintem az az érdekes, hogy ő meg én úgy érzem, hogy az elején nem annyira, és aztán eltelt egy, és ő neki mindig a fő fókusz az az alkotás, tehát az sose adta a láb, semminek az oltárán nem áldozta okay. föl, szeren, hála Istennek. <coughs> és, és most arra én úgy érzem, hogy nagyon sok olyan feladatkör van, amiben meg ő is nagyon erősen Döntéshozó megérzi. Az, hogy mi merre megyünk, azt együtt döntjük el. De ez egy nagyon komoly, tehát ahogy hallgatlak, mi már dumáltunk erről korábban, hogy azért nagyon sok tudatosság kell ehhez, hogy négy ilyen elég erős egyéniség. És most Így... már a Springo is, ugye, a Springer Marcia, aki, aki. Hát ő nem ő, a, ő gyakorlatilag. Tehát most mi tényleg négyen vagyunk. Aha. Tehát most úgy van, hogy a billentyűs feladatokat, ahogy mondtam, azt a Weilandr is látja el, de Kisegített minket a Szebényi mm -hmm. Dani, vagy a Bankő Dávid, mm -hmm. vagy a Matyi, de a, a, a bilentős poszt az most nálunk olyan, hogy az, 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 az szóval nincs még tisztázva. Tehát, hogy az azt nem mondanám, mert az hülye hangzana, hogy az egy dehogy is. Tehát, mm -hmm. hogy csak nem egy nem egy döntés döntéshozó é, még. Nagyon, én amikor egyszer leültünk dumálni, hogy hogy vagytok, te, és ugye függetlenek is vagytok, ez is kicsit szerintem a ti ilyen ez és ez a ti független zenekar vagytok kiadóként is, hogy próbáltatok nagyokkal leülni, de valahogy ezek a srácok így a mennek, a maguk. Igen, ezt után örülök, mi... örülök, hogy így látod, mert én ugye a legtöbb dologban mi azt képviseljük, és én, és én ebbe lehet, hogy egy rossz kisördög vagyok, mert nagyon sok zenekar győzködök mm -hmm. erről, hogy, hogy, hogy ne hidd azt. Tehát, hogy kölcsönkérni pénzt a haverodtól is tudsz, mert most bocsánat. Én tehát ezt, hogy... ezt, na, dumálj, ezt nagyon szeretem. Hogy, hogy itt, itt, itt nagyon sok esetben az van, hogy én értem bizonyos csoportosulásoknak, akár kiadóknak, akár menedzsmenteknek a, a kiindulási alapját, meg azt a gazdasági koncepciót, amivel ők működnek. Mm -hmm. ők, ők Nekik fontos mm -hmm. az, hogy ő 20 vagy 30 évig képített egy mm. Egy, egy egy gárdát maga De körül, körül egy vagy egy ismerősi kört, egy portfóliót, kapcsolatokat, mit tudom én, és azért elkéri az árát, és stb., stb., de most, ha belegondolsz, igazából onnantól kezdve, hogy játszol Clubbox-színpadán, vagy fel tudsz lépni itt ott, előzenekaroskodni tudsz, akkor már megismersz annyi embert, meg annyi fél nézőpontot, meg annyi segítséget is tudsz kapni, hogy igazából mi az a dolog, amit nem tudnál, amit át kell mindenképpen adnod. Tehát, hogyha én végre azt érezném, mit tudom én valamelyik kiadónál itthon, hogy hogy na figyeltek gyerekek, az hogy most azon fogunk dolgozni két évig, hogy itt is, meg Berlinbe is, meg New Yorkba mm -hmm. is az legyen, amit, amit mm -hmm. láttam mondjuk a, a voltunk így tárgyalni berlini kiadónál, akik megcsinálták a Milky chance konkrétan, hogy ott milyen melót raktak bele, és akkor ott ők gondolták és mondták nekünk, hogy ne hogy ez most nem fér bele, mm -hmm. és ennyi, de hogy ott láttam, hogy mi, hogy utána miért veszi le a 40 ot mm -hmm. tudod. Te, úgy érzem, hogy a bookingot is ti csináljátok? Nem, nem arra tehát van, a bookingnál ott a Podlovis Petivel ja, dolgozunk ne. évek óta, aki nekünk abszolút egy... És lett, mint már ugye meg, a szakmában. Az és... a nagyon jó, hogy hogy egyrészt tiszteletben tartja hmm. azt, hogy a zenekar mit szeretne, hmm. nagyon jó zenei van, hmm. Nem utolsó sorban a hangszerek együtt, ami hmm. nekünk nagyon sokszor óriási Ilyen. segítség, és mai napig rengeteg hangszere vagy erősítő nálunk van, rongyosodik Ilyen. le, úgyhogy ő, ő egy, ő, neki óriási hangszergyűjteménye van, meg nagyon szereti Aha. ezeket a dolgokat, így kézben tartani, ah. szó szerint, és emellett meg az van, hogy, hogy szerintem onnantól kezdve, hogy ugye elkezdtünk vele dolgozni, azért ez egy, ez egy, érezhető váltás volt így hozzáállásban, és meg, az, meg lehetőségekben is. Most megint nagyon érdekes lesz, mert én most érzem azt, hogy nekünk most kell megint újra pozícionálni magunkat. Én pont ugyanezt akartam, hogy ugye mondod, hogy tavaly volt hét koncert, azért ez az egész dinamikát megváltoztatta, hogy kit Igen. veszel föl, mire, és mit, csinál, mit csináltok addig. Igen. Tehát, hogy nem tudom, a srácok dolgoznak-e mást, vagy miből éltek, éltetek addig. Most szanaszéjjel játszottátok magatokat 21-ben. Mi a következő szint, tehát, hogy ez egy ilyen. Nagyon nehéz a feladat, mert mi most azt, egyrészt azt látjuk, hogy az szerencsés, hogy tök jó azt látni, hogy a mi zenekarunk az több generációt meg tud szólítani, igen. akár a stílusa miatt. Hát tehát, kicsit, hogy... szerintem nem tudom, hogy tudatosan vagy ösztönös tudatosan építettetek erre, vagy nem, hogy nem biztos, hogy építettetek, de pont azért, mert egy ilyen régi hagyományt oltottatok igen, igen, új dolgokkal, igen, az igen, kicsit, de, ez maga. De nagyon ízé az... sem akarunk lenni ilyen retro, retro értem, zenekar. Tudom, de nem. nem Persze, nem. Nem. tehát, hogy de közben meg az van, hogy, hogy érezzük azt, hogy, hogy, ezen, ezen szélesíteni kéne, és itthon is most valószínűleg majd az a budai popról kiderül, hogy mennyi embert érünk el. Persze, hogy határt képezett, meg, meg egy akadályt az, hogy angolul volt. És akkor most megnézzük, hogy ezzel a magyarral mit tudunk még csinálni. Meg, meg az a nagyon fontos, hogy mi egy kettős identitású zenekar vagyunk. Tehát, hogy nekünk az, az továbbra is ugyanannyira fontos, hogy játszhassunk Európa per világszerte, más zenekarokkal is ide is hívhassuk meg, mm. és megmutassuk kinn is azt, hogy mire érdemes a magyar könyvzene szerintünk. És idén volt ebből valamennyi? Külföldi? Hát nem, hát ezek Ön, hiába semmi. voltak, hiába volt mm. le, lebukolva nekünk a Kórozom ja, vagy ez a Devolfos Turné hollandiába. Francia bulik, most van októberben, van egy pár csekk de mm. hogy ez lesz-e, mm. hát ezt nem mm. tudom. És amikor még ez, ez a dumálás engem érdekel, mert ez a négy pasi plusz a Tool Manager plusz a plusz egy. A, vagy pici. A plusz egy négy igen, pasi és egy pici, hogy beszélgettek ti, mert az így belenéztem ilyen verb hogy azért nagyon jó rátok nézni, az látszik, hogy a közös kreativitás az nagyon megy. Igen. A szövegeket Meg együtt. Igen, tehát hogy van egy ilyen nagyon jó hangulata. Igen. Vagy amikor kívülről rátok kell nézni, amikor, na merre megy a zenekar, azt így valakit megkértek erre, vagy hagyjátok például Petinek, vagy van valaki, tök más, aki. Hát együtt szoktuk kitalálni, de azért az ilyen fő stratégiai dolgokat azt szeretjük bent tartani, uh -huh. hogy azt együtt találjuk ki annak az eléréséhez viszont nagyon kell a külső segítség mm. is, hogy mm. hogy azt akkor milyen, nem tudom, akár mm. PR, akár menedzsmenti mm -hmm. oldalon, persze, persze. Mm -hmm. Én néztem például az Instán, nem nagyon nyomultok, tehát az nem a nem kommunikációs csatorna nektek. A Facebookot ez nem... nem igaz. Nem igaz, bocsánat. nem igaz, Bocs. és ez, ez nem, 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 ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert ezekből kell tanulni, de az van, hogy 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 igazából kurvára az Insta lenne az egy, egyes meg? számú felület, mert hogy ezt most szerintem te, ami alapján mondod, az az, hogy kevés poszt van. Meg kevés, el, az elérés is kicsi nekem, amit én abból látok. Ne, mi, igen, tehát a... 12 ezer igen, körülbelül, igen. igen, igen. igen. Tehát a ti, ahhoz képest, hogy ti 4-6 ezer fős helyszíneken játszotok, azt gondoltam volna, én kicsit 15 ezeres, 16 ezeres közönségem van, hogy nektek ilyen nagyon nagy láthatóságotok van. Én, tám, most tudom, hogy ez az én, én nem erről az oldalról ismerlek téged, igen, ugye, mi igen. együtt hát az figyelj, azért, azért inkább azt mondom, hogy, a, tehát, hogy ezek a fesztiválok, amiket mondasz, hogy tényleg ilyen nagyon az, sokan az Ott a fesztiválra kell jönni, nem feltétlenül. Igen, igen, tehát hogy azért azt úgy vett, hogy amikor mi mondjuk Budapesten játszunk, akkor ezek az ilyen akva, ez, ez, a mi, mi méretünk. Aha. Aha. Tehát mondjuk én azt mondanám, hogy ilyen a reális közönség az 1500-2500 között. Aha. És ez a Várkert is ezt, ez, igen, ez igen, a kategória. A mutatko, igen, igen és, 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 az van, hogy azt látjuk, hogy a, hogy a fiatal generációnak, tehát aki mondjuk mi most már azért 30 évesek vagyunk, tehát vénülő, ifjú lelkek. Azért még tegezhet. Még, még azért még tegezlek egy pár évig, és egy pár száz évig, és az van, hogy, hogy mondjuk, aki most uh, gimnazista, vagy kezdő mm -hmm. egyetemista, annak a Facebook az full ciki, persze, tehát hogy hát ezt ez abszolút fel. nem használja, viszont az Instát azt igen, a TikTokot TikTok. persze, azt is, Viszont nekünk az az érdekes, hogy az Instát azt szeretjük, meg használjuk a TikTokot, meg azt így annyira nem értjük, de így hmm. próbálkozunk. Szerintem most a Sprinyó amúgy ő nagyon ügyesen ezt hmm. kezeli, meg ő a legfiatalabb tagja a Igen, zenekarnak. tehát az az odaadtuk neki a feladatot, hogy figyelj, ezt érted, mi meg nem. Ja, hogy konkrétan ilyen feladatokat is a zenekarnak. Így belőle, van, vannak meg. egy, de van olyan feladat, ami mit tudom, a logisztikai, vagy mit tudom én, a cégünknek a számlázási dolgait, számlákat, azt a Máté gyűjtés, ah, akkor te... ő ott egy ilyen. Azt. Igen, úgyhogy ezek le vannak osztva. Szóval, hogy... A számlagyűjtést úgy érzem, hogy a beérkező számlákat, tehát hogy nem most egy ilyen navos üzé legyen a végén az egészből, hogy... Szóval, hogy, ő, ő drive-ot berendezgeti hát, ezeket. Ez nagyon fontos. Igen. Ugye arról beszélünk, hogy mi a következő szint, hogy egy gondolkodsz hogy jön az arany, ha mit kívánnál a zenekarnak? Tehát most volt ez az egész időszak. Én nagyon szeretném azt, hogy, 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 hogy mi itthon is Elérjük azokat a, azokat a füleket, amik, akik szerintem nagyon fogékonyak erre, és így nem hallhatták, mert angolul volt, mert mm. itt volt, mert nem tudom, mert Amerikában volt, mert a franc mm. tudja mi. Tehát, hogy azt azokat elérni, meg szerintem az nagyon fontos lenne, hogy Európa szerte mm. egy úgy lássunk egy turnézózenekar, hogy ezeket a 3 as klubokat így be tudjuk mm. járni, mert egyrészt nagyon jó tapasztalatok, nagyon jó közönség mm. van, nagyon sokszor a magyarhoz nagyon hasonló, mm. tehát akár a lengyelek, csak, oroszoknál, és ezek, ezek nekünk nagyon fontos élmények voltak, és nem is tudtunk volna magyar lemezt írni úgy, hogyha ezeket nem gyűjtjük be. Ja. Tehát, hogy itt azért ez is egy ilyen, egy ilyen visszás dolog, hogy pont most egy, egy interjúba kérdezték tőlem ezt a ezt úgy hasonló azt is, meg hogy ez a fejlődés, és én most azt mondtam, hogy én, én nagyon azt érzem, és ez az én személyes, egyedüli véleményem, hogy amikor a 2010-es években mi elkezdtük, és volt egy Blahaluiziana, Midlemist, Fran Palermo sorolhatnám, a luckys is kb. úgy akkor voltak, kicsit később, akkor az volt, hogy mi úgy nőttünk fel, hogy nem volt tudott teljesen alap az, hogy egy határon így átmegyünk, és nem kell csak személyi, meg mit tudom én, meg nem volt alap az, hogy EU tagok vagyunk, meg mit tudom én, és akkor összeállt ez a csillagromboló 2000-es évek közepén, akkor 2010-től az volt, hogy hát angolul éneklünk, és megyünk külföldre, és basszus, hát lehet végre menni, igen. nem az van, mint szegény, nem tudom, lgt vagy Illésnek, igen, hogy letiltanak. Igen, igen elvileg, <laughs> amikor, amikor kimész, és, és akkor 2010-től kezdve a legtöbb zenekarnál, úgyhogy ezt a Moog, meg a nagyon sok másik zenekar indított el pont ilyen 2007 8 körül, hogy megyünk, csináljuk, és akkor Qualitons is, mi is mentünk, SXSV, vízét nyomjuk, mit tudom én, és most eltelt 10-11 év, és én azt látom, hogy ez teljesen megfordult. És ez a globalizáció ez most egy ilyen ellentétes hatást ér el a fiataloknál, a úgy, úgy ért a fiataloknál, hogy, Értem. hogy, 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 hogy gimisper kezdő és ők ide fókuszálnak, Igen, csak ide így bezárva. És Ez nem úgy mondom, hogy ez rossz vagy jó, csak uh -huh. én azt gondolom, hogy, hogy valamiért most ez a kozmopolita lét, ami mondjuk az Elvenerdő parazolnak az identitása, uh -huh az most nem fontos, az most hmm. nem menő annyira. Hmm. Egy mondat nagyon megütötte a fülemet, azt mondtad, hogy nem tudtad volna megélni, vagy nem tudtátok volna megélni a budapopot, hogyha ezek a külföldi ö, klubélmények nincsenek. Hát ez, ez a tapasztalás. A, a, a Konkrétan a nyelvi, ez a nyelvhez való viszonyról szól, hogy valamit angolul könnyebben megfogalmaztál, vagy... Hát meg mi tíz év alatt megéltünk annyi dolgot, mint lehet, hogy mások meg egy év alatt, vagy száz év alatt. Érted? Tehát, hogy nem, tehát, hogy én nagyon sok olyan sztori, meg olyan történés van, ami, ami már ebbe a lemezbe már benne tud hmm. úgy lenni, hogy előtte négy lemezen keresztül megéljük ezeket a ja, dolgokat. Ja, ja, ja. És szerintem nagyon nehéz úgy alkotni és, és reflektálni a világra, hogy nem ismered a világot. Én inkább, ezt is, ezt értem, és hogy erre is gondoltam, hogy ezt meg, megfordul benne, de valami olyasmit is hallottam e hogy magyarul énekelni, vagy magyarul írni, és ugye ennek ezt olyan nagy nehezebb. igen. Hogy, ez is igaz. Hogy Meg is kellett tanulni azt. Egy igen. Picit, mintha ezt is kihallottam volna, azt ez is benne tracken, van. Hogy... ezt jól hallottad, ezt jól hallottad, abszolút. Tehát, hogy az fontos, hogy mi az indulástól kezdve írtunk magyar dalokat. Igen, Tehát kijön mondom, az első epénk, rajta van az inerci, dal, amit utána lefordítottunk, jól áll nekem. Azért mai napig igen. Játsszuk. Tehát, hogy ez aztán jött a is, is a ah, megnyitod a szíveddel, így van, és akkor nagyon sok mindenkivel játszottunk ugye együtt igen. ebből a korosztályból, és azok is mind-mind hozzá segítettek, igen. hogy nézd, mindig magasabb, de jó szövege a ringas, de, de jó szövege igen. van, illés add kezed, de jó szövege, vagy akár homok a szélben most, és és mellé ezek a tapasztások, és igen, ez is abszolút benne volt abban, hogy... hogy nem biztos, hogy most egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt mi egy, egy, szerintem, és mondom nem a közönség, szerintem jó magyar szövegű, jó lemezt raktunk volna le. Tehát szerintem mi most úgy találtuk meg először még csak a hangunkat, hogy az így rendben van. És hogyha ezt így egyes első személyre kérdezem, mert azt értem, ugye nagyon sok szöveget te jegyzel, közösen a Mátimal is, de a legtöbbet talán te jegyzed az új ezen hatot, ha jól emlékszem, meg közösen is írtatok a Mátimal. Kb. Igen. Valami ilyesmi arányra emlékszem hogy neked személy szerint ez mi, mert ez engem, én is dalokat írok, és ez iszonyan érdekel engem, hogy mi az, ami, amiben te változtál, hogy leírod angolul azt, amit a korábbi albumokon, és akkor egyszer csak így itt van a saját nyelveden ez a ö, sok, néha direkt, de azért sokszor ilyen csomagolt üzenet, azért egy kicsit eltöltöttem egy kis időt. A... Az jó, az jó, mert én azt, én azt nagyon szeretem a benne, és igen, Aha. igen, a, a, az angolba is, és a magyarba is, csak én az angolnál valahogy úgy éreztem, hogy nagyon sokszor és ezt a közönséget kéne megkérdezni, de azért én úgy éreztem, hogy azért nem biztos, hogy úgy részletesen elolvasták, értelmezték, hanem hogy amit tudok, az, az rám ragadt, és, az, és ez egy szép dolog volt, mert közben meg ettől egy ilyen, egy ilyen nagyon ilyen ihletett, ilyen önazonos dolog lett, hogy én elmegyek elvenni a ami megy, ezt tényleg le angolul, és izé, ott vagyok, megy, tudod, és, így nem az, és, én így mondhatom neki, hogy szerintem amúgy, miről szól ez vagy az a dal, meg hogy miről próbáltunk Szépen. ott írni. nem biztos, hogy az arra volt, az, arra oda, vevő oda. volt ja. akkor a közönség. Hát persze, ez mindig egy ilyen üres tér, hogy amit te írsz, abban mit hall a másik. Igen, tehát, hogy igen. Ez, ez... És ez a mostani dolgoknál is az van, mi most mondom ezzel a palettával még óvatosak vagyunk, tehát hmm. most még azt énekeljük, hogy, 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 hogy bár nem tartoztam sehová sem, sokszor mindkét szólamot éneklem. Igen. Én tudom, hogy mire gondolok. Ö, lehet, hogy a, már a hallgató még nem tudja, mert, mert ez, ez még egy kicsit ilyen burkoltam. Aztán lehet, hogy egy következő lemezem meg már ezeket felöltet. Én most úgy érzem, hogy most így kiraktuk a palettát, meg a színeket, tudod, így felkentünk pár alapozót, és már így látod, hogy jó, ez így, ez így jól fog kinézni. És akkor most jön az a következő lemeznél, hogy lerészletezzük és én ezt nagyon várom, de mondjuk én arról az oldalról jövök, aki így Johnny Mitchell, így megmondja, hogy mi van, és közbekölti, vagy legalábbis én is egy úton vagyok, de a sikerültebb darabjaim szerintem ilyenek. Ez a mindkét szólamot éneklem, ez engem is megfogott, és akkor vajon itt a beat hagyományhoz méltóna politikai nem sehova tartozást akarjátok mondani, igen. vagy az, hogy két csajom van egyszerre, és az, hogy így, és akkor nem de, De ebbe, nekem, de ebbe igen. de ebbe meg ez a jó, hogy, hogy szerintem, öm, ezt bárhogyan fel lehet fogni, mert mondjuk ott van a, a, egy, egy tök ihletett pillanatban írt dal, ami, ami, úgy született gyakorlatilag, hogy volt egy, egy ilyen rosszabb ötletünk, hogy mit dolgoznánk ki, és aztán ezt a, a ötletének köszönhetően átírtuk mollosítva, hát, ez lett a milyen, milyen kár. kár igen. És, 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 az ott született, és a szöveg is úgy emlékszem, hogy drrr, így ledaráltam, és az is ott a lemezíráskor, mert a többi azért előre megvolt már a nagy része, uh -huh. És Menj, annál... Bocs, ne haragudj, szabad ne feled, mennyivel előre? Hát, hát hogy ez... szerintem az alapokat azért mi már egy, egy, egy ilyen negyed évvel előtte Igen? már úgy ja. összerakosgattuk, úgyhogy csak azt, hogy mit a játék, és akkor megvolt az úgy, hogy az úgy gitárté, meg Te szöveg 20 is legeljén, kell. vagy 19 végén, vagy... Ö, mondjuk ilyen 20... Ott, ott sokat tehát hogy ott, ott télen is még foglalkoztunk dalokkal, volt ami már meg volt sokkal előbb, fejezd be például aha. az sokkal előbb megvolt ja. és és ott ott tavasszal főleg, tavasszal hmm, és az aztán a... júliusban hmm. volt maga az írás és még azzal a milyen kárral kapcsolatban ezt akartam mondani, hogy az is ilyen, hogy a milyen kár pedig lett, hogy maradnék, azért az elég aktuális persze, lenne így persze, amúgy persze. is. Hát Meg úgy is értheted, hogy a pár... Én ott azt főleg párkapcsolati dologra írtam. Hát de... együtt töltöttük az éjszakát, de igen, nem igen, sajnos. Igen, nem igen, kell, igen, 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 úgyhogy... Úgyhogy ez, ez is olyan. Ezzel szépen játszottok egyébként, tehát én, így, így, nekem van az a, tehát tényleg ez egy, a, nekem, ti egy ilyen hagyományos együttes is vagytok, persze modern is, tehát az első élményem az konkrétan egy ilyen fonogramgálán volt veletek. És Igen. Hát elsősorban ültem, és emúgy is magas vagy, és hogy így gyönyörködtem benned. De hogy így megmaradt az Végülász! a... Végre! És azt, azt szerintem azt tudod, a várját, ott van a legjobb sztori. Szerintem te azt láttad, amikor omegát játszottunk. Na és figyelj, és utána ezt mindenhol elmeséltem már ezerszer, de imádom mindenhol ezt a sztorit, az... úgyhogy itt is elmesélem. Ott volt Charlie. Charlie-t én imádom. Én nagyon nagyra tartom az egész zenélést, a... éneklést, mindent. Lehet mondani a... bármit a Charlie-ról, ezért jó. Az, az egy nagyon, nagyon nagy művész és én nem találkoztam előtte vele soha, a legendákat hallottam, hogy azért, azért nem, nem biztos, hogy egyszerű lesz, és, és így mentem oda hogy hú, Csárli Csárli, én vagyok az Iván, hogy, hogy itt játszottunk, hogy, 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 milyen volt. Figyelj, figyelj, zenekar jó, énekes hamis. <laughs> mondom, mondom, figyelj, Csárli, hogy hát hogy én vagyok, én vagyok a, az énekes. Ja, Révész Alex, ismered? Az is hamis volt, azt mégis szerették. <laughs> Így? Mekkora mentés. Hogy jó, figyelj, így jók <laughs> És utána érdekes volt, mert aztán a Charlie mindig úgy, úgy éreztem, hogy ahogy így látta többször utána a zenekart, meg volt ilyen somló Figyelni. cirkusz, meg nem tudom, és akkor ott így én is énekeltem, meg látta, hogy játszott velünk a Tibusz, nem tudom, és akkor Igen. úgy éreztem, hogy így, ő is egy picit így, így, így így talán így jobban figyeld, meg úgy értem, hogy így elkezdett hallgatni, meghallgatta talán egy párnak, és akkor ez a már szerette. Én szóval biztos, hogy figyelne ő is, meg sokan figyelnek titeket. Én. Tehát az, az a fonogramgál, aki kimondottan ilyen párosításokról szólt, és ott téged meg a karamelt jegyeztelek meg nagyon-nagyon. Tehát, Igen. hogy ti onnan így, így ki a többi. Az jó volt, nem tilthatom meg neked című omega oh igen, 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 de úgy emlékszem, ahogy ott, uh, ahogy te ott létezel a színpadén, akkor láttalak először mindest, csak azért mondtam el, mert így arról beszélünk, hogy így a magyar szövegekben mit mutatok, meg igen, mit nem, igen. tehát hogy az lehet, hogy még egy ilyen következő lemezben majd még... Hát progresszívebbek leszünk, figyelj, aha, az biztos. Tehát, aha. hogy, hogy most azért mi is, a, meg én azt érzem, hogy a, hogy a Mátéban is nagyon sok van, tehát, hogy én aztán nem fogok ebből ilyen izékérdést csinálni. Tehát, hogyha igen. utána a következő tíz szöveg Ír, és én nullát, akkor legyen ez végre. A másik ilyen, amit, amit én így várok, az az, hogy ne csak én énekeljek, de az... de az, de az meg ugye, az meg egy adottság, tehát hogy szerintem tök ügyesek a többiek is, tehát hogy nálunk mindig azért vokálozások minden levezem mentek, itt is van, pont a változóban ebben, amiben a két szólam van, ott, ott három szólam is van a refrénbe és azokat nagyon ügyesen lehozzák. Most ez a front éneklés, ez, ez egy nehéz sztori, tehát basszus, tényleg, amikor így, így meghallasz egy lgt és akkor így elkezd énekelni a somló szotjól. Utána megjön a James az angyali hanggal, mi az is, Igen. és még a presszer is zseniálisan énekel, karantén, és, és, akkor, és, akkor, még mellette a zenélés, meg minden, Solti ott hozzá, ezért a, 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 világ megváltó kettőnyegyet, hogy ez azért ritka és nem is elvárt szerintem, hogy, hogy tényleg egy olyan együttállás legyen, hogy, hogy nem csak az van, most a csakot így mondom, értem, hogy, hogy virtuóz értem. hangszeres tudás, hanem hogy mindenkinek a sima orgánuma is olyan, hogy így nem hiszed el. Ó, pedig ez milyen jó lenne, ha énekelnétek is. Ez, de, de, én de én azt vagy. érzem, hogy amúgy benne van a többiekben. a Máté most amúgy járt, és szerintem ének, tanár hmm. most így foglalkozott, és ez, ez így jó, de, de én, én annak is nagyon örülök, hogy így a, hogy így a hangszeres dolgokban viszont ők annyira fókuszáltan, folyamatosan gyakorolnak, Igen. fejlesztik magukat, nézik a új inspirációkat, hogy az igazából az kielégítő nekem. Hát figyelj, majd látjátok, én csomó olyan énekes szeretek, aki nem tökéletes, de valamiért így megszólal ja, és persze, képvisel. Persze, tehát, persze, persze, Akár zenetori szintes, persze. a bódit is, na, azért szeretjük, mert neviz. egy olyan hiteles, vagy a Leonard Cohen, vagy szóval bárki, nem a Patricia Barber az én, jobban a, az én műfajaimból, tehát, hogy ez szerintem egy ilyen vállalás, hogy majd Persze, Persze, meg a... aki, aki azzal jön, hogy most a Mick Jagger, meg az Iggy Pop, hogy azok szarénekesek, vagy a kóbor, erre így azt mondom, hogy haver. Ki? Tehát, hogy ezt, sáde, ezt ne, sáde, Tehát, hogy értem. ezt ne. Meg, meg, a, meg, az ő kiállásuk, meg az, ami ahogyan éneklik azokat a dalokat, az senki más, hogy nem, senki más nem tudná úgy. Tehát a David Bowie is ilyen volt, hogy ő is mondta, hogy hát én, én kerestem figyelj énekest a, a dalokhoz, de nem találtam olyat, aki úgy elénekelte volna, mint én. Hát aki, aki hozzám... Ő, pontosan, érted. de aki hozzám eljön, én ugye önazonos vagyok, eléggé. Én azt hát tudom megtanítani, Nagyon. Azt tudom megtanítani, hogy vállald el, és aztán majd meglátod. Lehet, hogy az első dalok nem lesznek olyan jók, de aztán ez egy folyamat, tehát hogy ez érted, ez egy ilyen pillanatkép. Ugye, bocsánat, nem azért ásítottam, mert hogy azért gondolom, csak... De. Hogy ez, erről eszembe jutott ez a, ez a rossz technikával éneklés, tudod, hogy, hogy azt is nagyon sokan, én jártam énektanárhoz, uh -huh. és azért hálás is vagyok, mert az a, az a másfél év ott az elején az nagyon sokat segített, uh -huh. mert mert úgy érzem, hogy volt egy eszköztáram, amit nem tudtam teljesen, hogy uh -huh. pontosan milyen fegyverzet uh -huh. van mögöttem, és ezt meg kellett azért uh -huh. tanulni. De azért sok esetben van az, hogy én alapvetően azt gondolom, és ne legyen igazam, de szerintem az emberi torok alapvetően nem a rokkéneklésre lett kitalálva. Tehát, hogy így, az, így az evolúció, hiszünk-e vagy nem, teremtőisten, vagy bárki, aki ezt kitalálta, ne is menjünk ebbe most részletesen bele. Szerintem nem úgy csinálta meg, hogy itt majd a Child in Time-ot, meg a Stairway to Heaven-t, vagy a nem tudom, mit kell majd ordítani effektíve. Hát, vagy legalábbis nem 60 szor Tehát, nyáron, nyáron. Így én van, én... vagy 360 szor, hogy én azért azt gondolom, hogy ne csodálkozzunk azon, hogy, hogy, 50 fölött, 60 fölött itt elindulnak dolgok, most megint basszus a Jamesre visszacsatlakozva, az meg szörnyű, hogy az mai napig kiáll, és ugyanúgy elénekli a szörnyű, tehát azt kikérem magamnak. De természetesen nagyon sokan vannak olyanok, és most nem akarok tényleg nevesíteni, mert, mert ugyanúgy zseniálisan átadják az üzenetet, és örülök én is, hogy ott lettek, és láthatom még őket, és tök mindegy nekem kb., hogy akkor most kihagyja -e azokat a magasokat, vagy nem. de ez ilyen. Uh -huh. Tehát, hogy uh -huh. nem tudom, hogy lehet-e úgy, úgy énekelni. Meg akkor elvesztett szerintem azt, amilyen hmm. vagy, hogyha elkezdett, hogy jó, most ezt a torok és ezt így nagyon erőltetted, és így ez a rekesztés, ez, így, ez nem lesz jó, ez tíz év múlva, ez para lesz. Tudod, Meg figyelj, én a népzenéből jövök, ahol senki addig énekte, nem nyitott az ajkát, amíg nem volt miért, tehát hogy ő üzenni akart a világnak, és kicsit így kerekíteném vissza oda a mi kis fonalgorigánkat a szövegekhez, hogy tehát akkor, ha jól értem, bejött a magyarul írása a zenekarnak, tehát élveztétek a folyamatot, meg ja, neked, nagyon. mint is, hogy így a, az üzeneteket, amiket megfogalmaztál a mögé, hitelesen oda tudsz állni, és jó hát jól meg, meg ne azt, hogy nem ezért kellett nekünk ugyanúgy minden egyes lemezünknél azt, hogy na most eljött a Brody, és eljátsszuk Igen. vele a lány és a csavargót. Igen. Itt a James, játsszuk el mindig magasabb rá. Vagy csak mi egyedül dolgozzuk fel a nem tudom melyik dalt. Tehát, ah, hogy ah, nekünk ez folyamatosan Ez egy érési ment. folyamat. Igen. Tehát akkor maga várhatunk még tőled, tőled és tőletek magyar szövegeket. És angolt is. És angolt is. Igen. És hogy reagált az itthoni közönség, mert most ugye itthon voltatok, vagytok többet. Hát Mit én, nagyon, láttok? én nem akarom elkiabálni, de nagyon azt láttam, hogy ez Tetszik. Tehát azért lesz. I love you nem ugyanaz mondani, mint szeretleket, meg hogy baby, kiss me. Le, lehetne ugyanaz, de mivel én is azt érzem, hogy, és ezt is mondtam már párszor, de így van, hogy elolvasom a szerintem zseniális szövegeket ír az Alex Turner, az Arctic Monkeys-ba, akikről beszéltünk is, angol az anyanyelve, tehát én, hogyha ha megtörném magamat, hmm. akkor se tudnék olyan szófordulatokat, hmm. olyan kettős léjjert belerakni, amiket minden egyes szövegébe belerak. Viszont ő meg magyarul nem tudna ilyet. Ja, ja, úgyhogy ja. hello. <há> Nagyon izgi, amerre nyúlunk, de engem még érdekel az a kicsit lineáris gondolat, hogy március, április próbáltok, oké, okay, föl, de hét, azaz hét buli van nyáron, úgyhogy közben a zenekar tagjai ebből élnek, erre épül az életük. Mit csinál Iván, és mit csinál Simi, mit csinál Máté? Mi történik veletek? De megpróbál, vannak tartalékok, vagy Igen, meg az fontos tudni, hogy azért, azért, azért is járt, mind, jártunk mindannyian egyetemre, vagy járunk, mert, mert azért Egyrészt szeretünk, és más dolgokkal is foglalkozni, meg azért sokszor kell, is, meg a zenekarban is ez ez használható. Mm -hmm. Tehát, hogy például én a, én a műegyetemen végeztem formatervezést. Aha, ezt én nem tudtam róla. Úgyhogy mostantól mérnök úr, jó? És <laughs> Most imádok csípjunk, magázodni. Csípjunk vissza, jó? <laughs> és hát az az egy kemény szülés volt nagyon, tehát az, 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 ott, az ott tényleg így, mm -hmm. de megérte megérte, és most uh, én ezt úgy tudom nagyon sok mindenben használni, hogy hogy azokat a kis tudásmorzsákat, amiket ott főztem, nem csak a gépészetit, tehát azért nem úgy kell elképzelni, hogy én a lemegyek, és akkor a nem tudom milyen uh, csapágyazást, vagy ha ezeket mi tanultuk, de hogy én nem ilyenekkel foglalkozom, úgyhogy így gyakorlatilag főleg a kreatív iparban vannak ilyen, ilyen elfoglaltságok, amikkel Ó, én foglalkozom. És, hát, és akkor a, a simi például ő kifejezetten, ő reklámügynökségeknél dolgozott mm. nagyon sokat, most van egy ilyen közös ö, ö, vállalkozásunk, amit csinálunk. Máté mm -hmm. kommunikáció, média ismeret, ő mellette még ráadásul gitárt is oktat. Tök jó. A Sprinyó meg ő, most az Óbudai Egyetemen ugyanígy ezt a formatervezést tanulja. Ő meg 3D modellezik ezerrel, ah, ilyen aztán. hungaroringre, meg ilyenek. Ezt én még nem tudtam. Ezt nem de ez, ezek olyan dolgok, hogy hogy szerintem Egyrészt vannak ezek az időszakok, tehát hogy van az, hogy tudod így, nem tudom, januártól, mondjuk márciusig, ha lennének is vizék, akkor is azért egy, akkor mit csinálj, ülj otthon és malmoz. Tehát, hogy nekünk igényünk is van erre, nem csak arról van szó, hogy fú, hát azért Magyarországon zenéb, nagyon szarul élünk, tudod, hogy, tehát, hogy ez sosem erről szólt. Szerintem több lábon kell állni, ez nagyon fontos, ezt bárkinek ajánlom, aki most kezd bele és emellett meg az embernek azért elég sok kapacitása van. Mm. És azokat mi szeretjük lefoglalni. Ez nagyon örömmel hallom. Én ezt nem tudtam rólatok, hogy ennyire két lábon vagy több lábon állóak vagytok mindannyian. Tehát akkor az föl sem merült, hogy a banda szétszélet, hanem hogy csak egy ilyen kis pihenés. És emiatt, be... igen, emiatt az is van, hogy így ezt jó, hogy ezt behoztad ezt a témát, mert emiatt talán nekünk nincsen annyira ilyen nagyon, tudod, ilyen belegebedve, hogy most a, most a zenekar, tehát, hogy nagyon-nagyon szeretjük csinálni az első és legfontosabb az életünkben, de amiatt, hogy sokszor csak más, nagyon sok feszkót szerintem megúszunk ezzel. Ez nagyon... És senkinek nincs gyereke a bandába. Igen, az egy, az egy másik szakasz majd, de figyelj, ezt nagyon-nagyon örömmel hallom, mert amit én ezzel a podcasttal is akartam, hogy itt a zenékszek egy csomó mindent csinálnak, nem csak... Nem csak úgy... Mert, esznek, itnak, e, alszanak, stb. dolgoznak, de nem csak az eleve az is egy nagyon komoly meló, amit lenyomunk mi. Igen. Így akár egy nyári szezonban, de hogy itt mindenki dolgozik és csinálja a dolgát. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne tudnám, hogy szerintem nincs alattunk védőháló. Nem tudom, hogy te nincsen, hogyan... Nincsen, meg azért a dolgozás, azért, én azért hozzátennék annyit, hogy azért én úgy nagyjából életemben soha nem dolgoztam. Egy percet se. Ezt, már Tehát, ezt hogy... lehet, hogy kívánjuk. De ezt miért De várjál, várjál, várjál. Miért, miért mondom ezt? Mert mindent, ezt amit szer... csinálok, azt szeretem csinálni és ez lehet az, hogy berendezést csinálok egy reklámfilmbe, az lehet az, hogy egy hotelnek a belső üveg felületeire tervezek grafikát, meg az lehet az, hogy dalt írok a, a zenekari meg koncertezünk. Tehát, hogy én ezért mondom, hogy én ezt sosem úgy Csinálás. fogom föl, hogy, hogy az, akkor most dolgozni kell, tudod, ez. Pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy a dolgozni szónak a jelentését jártok itt körül, mert ugye egy picit azt kapták a zenészek, hogy nem dolgoznak. Mondjuk én, mivel hiperaktív és munkamániás vagyok, ezért ezt sose tudtam komolyan venni. Meg, hát me meg, ez, meg, meg, meg nem belegondolni abba, hogy... hogy tehát ugyanakkor áldozatot hoz a, a gyári munkás is, mint a zenész, vagy a színész, mm -hmm. vagy a cégigazgató, vagy a nem mm -hmm. tudom ki. Tehát hogy, tehát, hogy sosem értettem ezt az ilyen, ezt az ilyen meg kell mindenképpen, hogy te ingyen, te azért, mert te. 10-11-kor kelsz föl, akkor nem számít az, hogy te mondjuk pont most Zalaegerszegen volt a Mátéval egy nagyon jó dúós koncertünk, és akkor hajnali kettő-háromra érsz haza, és igen, akkor lehet, hogy utána tízig fogok aludni. <laughs> és lehet, hogy utána még bizonyos dolgokat munkálkodni fog hajnali egyig. És akkor tudod, ez a, tehát, hogy ezek az ilyen, ez a társadalomban vannak ilyen dolgok, ilyen, ilyen el, el, elfogadott rendszerek, amikben, hogyha abban élsz, akkor te része vagy a társadalomnak. És hogyha nem, akkor nem. Szerintem ezekkel egy kicsit felesleges foglalkozni. Igen, az én is azon gondolkodom, hogy igazából mi ezt tudjuk, bár egy picit volt olyan célom, hogy megmutassam, hogy figyelj, itt dolgozó, nagyon kreatív emberek vannak ebben a szakmában. Igen. Persze sokan vagyunk. Azt én nekem nagyon jól esik hallani ezt a nyugalmat, meg biztonságot. Én ezt nem tudtam látni, hogy mindenki, hát hétbuli van, akkor hétbuli. Ha 150 van, 150 van. Tehát, hogy azért ezt, és, és, és nincs. Gyerek. Tehát azt, hogy én imádom a lányaimat, de az biztos, hogy egy másik felépítésű élet, amikor még itt tudtok. Egyik dolgozni, és másnap tízig aludni. Gúl, így van, tudod így ezért. van. Tehát a családalapítás, az, az megint egy következő e, szint, az, ami nekünk persze hogy új ö, inspirációkat ad, meg teljesen, meg az erről te meséltél nekem, tök sokat, és az, az engem is nagyon inspirál, meg érdekel, meg célom is. Igen, igen. Most még ezen a szinten, itt pont ebben, igen, tehát itt most még egy kicsit nehéz lenne, szerintem. Hát meg tök jó, hogy ezt így ennyire kielvezitek. Én emlékszem, mikor a műpában a mesejáték próbán megjelenik a két lányommal, mert Covid van, és nem tudom őket hol Igen. És a délelőtti prób... Jó de voltam, de nagyon ugye? jó volt, hogy ott voltak. Ők, meg még jobban élvezték, mint mi, nem? Hát, imádták. <laughs> hát, hogy figyelj, én úgy mutattak be, tudod, Lilike, ma jön ide az Iván, aki a kutya volt. <gül> igen, <gül> és igen. És annyira örült neked, meg emlékszem, hogy odállt a Lilei, ja, szóf, és én mindig utáltam. <gül> igen. <gül> ja, Iván, ne ross, de, most a <laughs> ott nagyon ügyesen. Most a csinálják. nem csinálta még meg majd de a podcast után itt, mert ez is neki. Szóval, hogy ezt én örömmel hallom, hogy, hogy ezt a nyugalmat leginkább, meg ezt az ilyen, valahogy azt fogalmazódott meg, amíg ezt mondtad, hogy kinek milyen szakmája, hogy ez a modern musician, hogy ez ilyen felelősséget valahogy Meg amúgy a, a régi is, tehát hogy pont Aha. most én az, állandóan csak az épéldákkal példákkal jövök a magyar uh mm -hmm. régi éve, de hát hogy a Dusánék is, uh az is valami reklámindökség, ez volt már 80-as években. Pedig, pedig hát ha belegondolsz, hogy ő milyen dalszövegeket írt, meg milyen dalokat írt, akkor most miért nem dőlt hátra, Igen. és miért nem csinálta Igen. ezt, vagy ez, ahogy az omegások megcsinálták hangtechnikai cégüket, ami ugye mai napig ott van az, az omegás rekkeket, tehát, hogy, és az elsők között voltak. Vagy rockopera. Uh -huh. Ez van még hátra. <laughs> Ezt, ezt a zenekarnak is mindig mondom. Nem, ez mindig ki vagyok rögve, de, de amúgy meg, amúgy meg én, én a műzikeleket, meg a rockoperákat imádom. Aha, Sárnos. történetet, történetbe gondolkodsz. Igen. Aha, hát az jó. És a színháznak és a zenének az egyik legjobb házasítása van nagyon sok szar. Igen, persze, Igen. tehát hogy nagyon sok Igen. szar van, de az a kevés, ami jó, az viszont földön túl. 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 Covidról egy jó kis Mi történt? Na, de jó, na várjál, csak azt akartam mondani, hogy közreműködések, azért figyelgettem, hogy kivel énekeltek. Ugye, hogy pont a Tibuszos videóba belefutottam én is, hogy egy csajokkal nem akartuk énekelni. Hát hogyne? Hát hogy ne. Hát én a Barbie-val sokszor én énekeltem. A Barbie, igen. Ö, hát igazából ez egy picit nehéz, amúgy. Na, hogy mond? Hogy az van, hogy. Fú, de ez egy, ez egy nagyon hosszú téma, azt majd legközelebb kielemezzük, hogy, hogy, hogy nők a, a rock zenében és az egészben, és hogy ez hogy lehetne ezt az arányt egy kicsit így javítani, mert amúgy iszonyat nagy szükség lenne rá, de valahogy a, a mi zenekarunk kortársai meg az újak között is, most amúgy pont megint érzem azt, hogy a Gyeva vagy az Onodi, hogy van megint egy, egy erős női képviselet is, de hogy például belegondolsz, most így gondoljuk végig, hogy a mi kortársaink között, ugye a Blahásokkal eleve velük nagyon régóta nagyon jobban vagyunk, meg vagy nagyon jó barátaink, mm -hmm. meg zeneileg is ez igen, egy, ez igen, egy igen. testvériség, és ezért a Barbie-val tényleg már a kezdetektől. De hogy, de hogy nekünk kortársunk ki volt még, akivel így tudott, tehát hogy így nagyon kevés. Emlékszem, még Herrer Sári, Igen, sári, igen de Sári is, ne, nem tudom, mi van vele. Lehet, hogy Igen, kellettem. és akkor a Jónás Verával de, is aha. volt olyan, hogy énekeltünk együtt. Meg, meg most ezt nem úgy mondom ilyen nagyképűen, mert abszolút nem, nem azért mondom, de hogy velem néha azért nehéz együtt. Tehát, hogy olyasmi Miért? kalibert is kell találni, aki ilyen energikus, meg harsány, meg erős személyiség. Te az vagy te abszolút én, az én vagy. Hogy miért nehéz lehet, hogy végre így... Jó, hogy ez arra megy hogy engem miért nem hívtatok? <laughs> Próbálom már mondani Igen. egy ide. Van egy, van egy tippem, P-vel és aja beára végre. Nem vagyok kortás, <laughs> nem, nem, most tényleg a, a most kizárólag arra gondoltam, hogyha, hogyha most megnézed, nem tudom, a itt a 80-as években, és akkor azt tudom mondani, hogy na, akkor Katona Klári, akkor Cserháti, akkor Kovács, -kai. Kovács, -kai. Kovács, -kai. Kovács Kati, és akkor itt sorolhatnád a neveket. És, 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 most meg egy picit az van, hogy, hogy én amúgy most tényleg így, így zárójelesen azt mondom, hogy az, az egyik szerintem legzseniálisabb kortárs nőjének, és az a Barbie amúgy, mm -hmm. aki velünk mm -hmm. egy, a mi korosztályunk. A ti korosztályotokból most nem mondom, mert nem, ugye, tényleg nem, itt, ül, legerősebb nem, nem. képviselő. Émádlak, és tudom, hogy te is, de nem, tényleg nem ezért mondtam, mert kíváncsi vagyok, hogy ez az milyen. Milyen, hogy egy nőt ebbe beengedtek, mert, és azt is akartam kérdezni, ez is mondott a fülem, hogy miért gondolt, hogy veled nehéz, ezt te mondod, vagy a mások mondják? Hát én érzem másokon is azért, hogyha így, nem tudom, így zavarba vannak, vagy itt. Hát, hogy nem biztos, hogy hasonló energiával ó, vagy más zével élnek a színpadon. Tényleg, de ezt, ezt vele tudom, hogy, veled tudom, hogy, hogy, hogy ez, ezt a műpal színpadán már Igen, bizonyítottuk, ez, hogy ez, spoiler ez, ez működik ez működik, csak azt ah. még sajnos a közönség nem látta, de majd reméljük, hogy látja. De egy példát akarok mondani még no. a barbira visszakapcsolat, vagy van nekünk ez a Don't Wanna Die című dalunk, egy angol dal, a második lemeznek volt ráadásul ilyen szingles, külön megjelenős kis sztoria, és van ez a klasszik, lasszó nevű produkciónk, amiben ilyen irodalmi, uh -huh. zenei dolgokat uh -huh. adunk elő, kemény zsófi, uh -huh. és sárkányberc is benne van, Töke. blahások többen, és, és ott azt a Barbie megkapta azt a dalt, és azt meg úgy énekelte el, mint egy James Bond főcímdalt. Tehát, hogy amikor De... végre azt érzed, hát nem is végre, hanem ez egy óriási pillanat volt, hogy jobb lett a dal. Hmm. Úgyhogy ő énekli, De tudod. Jó. De, jó, Iván, én azt akarom neked mondani, nyilv, 15 évvel odébb, hogy én annyira örülök, hogy te ilyen sok vagy, és azt nem vagy sok. Tehát, hogy szerintem így. És szerintem vannak jó csajok, lehet, hogy kell nézegetni, meg így... Nem, de most félrejtés ne eszen, tehát nem, hogy most tehát, hogy de iz... fantasztikus ne van, de rengeteg fantasztikus énekes van, rengeteg izit, de például, hogyha akivel mondjuk énekeltem az elmúlt évekbe és zseniális, és, és energias, mint Tóth Vera. Pont rá gondoltam egyébként azért. Tehát a Tóth Vera ki az meg olyan, hogy de hát az milyen éneklés. Nagy, Jézusom. Nagy nagy. Jézusom! Ugye. Tehát, hogy ott meg, ott meg azt érzem, hogy ott meg nekem kell hmm. közelérni a, a minőség. De jó, én szerintem az, az olyan, én ezzel a túlsóksággal nagyon sok uh, ilyen mítoszt ledöntöttem, hogy nincs ilyen, hát majd majd jön, és ne tudj. Ja tehát persze, érted, te tudj, persze, 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 de jánézem. én nem félek ettől, tehát félre hogy én a saját színpadi valomból senkinek a kedvéért nem adok lejjebb. Jaj, ne. Azért, ne. Amit, meg amit én jónak érzek, meg uh -huh. jónak gondolok, én azt szerettem, hogyha olyannal vagyok együtt, aki még, még följebb húz, érted? Ez... És akkor az úgy jó. És akkor lesznek lehet duók a következő lemezen. Az milyen jó lenne. milyen jó isten. lenne. Igazad tudod, mi kéne? Egy olyasmit kéne érni, mint a moziklip lemez, ahol csak ilyen izék voltak, hogy egy zenei rendezés, és feldolj, és akkor Komár Laci, mit tudom én, ez az, amaz, és akkor a szövegeket mondjuk egy csapat írja, és igen, kéne egy ilyen nagy valami. Aki Amúgy a... kicsit végül is a, a zenehíd, random triplem, ez az ez volt. Igen, pont És ez gondolta. nagyon jó is lesz. Én a nő után a férfi című ezt akartam megcsinálni, amikor duókban gondolkodtam és azt akartam megmutatni, hogy a kapcsolat egy-egy szakaszában a mindenkori nő, meg a mindenkori férfi mit kezd egymással, Igen. és akkor Igen. ezeket ilyen szövegekben megalkotni, hiszen a tovább nőlemezenebb néhány megszületett, mint például a Flirt tudod, a házas nő. Igen, Igen, Igen. Igen. De, hogy ezek ilyen nagyon, szerintem ezek jó dolgok, és nagyon, én nagyon örülök, hogy te a szcénában vagy, vagy ti. Tehát, hogy ez a fajta ilyen, én szeretem a férfés férfiakat, tök mindegy a... Végre. De én, 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 tényleg, én, én imádom, Végre. de ettől... Érdem, szerintem a maszkony meg női energiák, azok mindenkiben vannak, csak milyen arányban, tök egyetes biológiai nem, de hogy én nagyon szerettelek ott téged nézni, és én örültem ennek ilyen olyan szívből, meg testből, hogy így de jó Az van egy jó. ilyen csávó, akit így, 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 így lehet így élvezni, hogy én csak így nézem. elolvadok. De, de, de tényleg, én ezt így szeretem, de most szívemből érted, hogy nem... Persze, én meg, persze, én tudom, hogy, én a, a, hogy, a, hogy, hogy ez... Ez, ez az a jó, hogyha a zene is, meg az egész látvány is ki tudja váltani azt a hatást, az jó. És akkor onnantól kezdve már a színpadon létrejövő dologba igazából Teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi, persze, csak szülessen meg persze, valami. Persze, tehát, persze. hogy igazából ez. És, és én is érzem, hogy hogy még az utatok, az tényleg hosszú, és ti nagyon jók vagytok ilyen nagy célok kitűzésében, amiről beszéltél is. Mi hogy azok vagyunk. Igen. Ilyen én 30 én éves a... útvonalak. És tök jó, hogy ezt Jel -jel. így beveritek vállalni, meg azt látom, hogy ennek talán pont egy ilyen COVID-szünet, az még talán jót is tett. Ez most záróérdesen nekünk, igen. Nem mond. is annyira Ez zárójéres. kellett. Ezt nem ez te mondod kellett. legelőször rám, tehát, hogy. Igen hogy ezeknek az ilyen kreatív zenészeknek sokszor jó volt ez a kis kiüresedés. És volt nekem mindenkivel egy ilyen játékom, hogy hogyha az elmúlt másfél évet így dalba írnád, és ugye te is dalszövegekkel dolgozol, akkor jut-e eszedbe egy cím, és amíg gondolkodsz, addig mondom, hogy a cím körül megjelenő jó kérdések azok milyen fontosak. Tehát, hogy mi történt? Akár te Iván dala, vagy az Ivan and the Paraz oldala, Hát először az ugrott be, de azt már biztos de. más is mondta, hogy újra újratervezés. Uh az biztos mondta más is, de az egy ilyen jó, ilyen zéles, de, de ez lehetne, ez ilyen bárzongorás a... újratervezést <laughs> De van még ami ilyen is, mondta Meg mondnak, hogy... igazából. Várjá. Hmm. Szerintem a Budai Popnak az első kezdő dala, amit a, a szövegét amúgy a Máté teljesen, az, az teljesen, az a mást vártam, a lent után, a fent jön, úgy láttam. Hmm. ez. Yes. Mi megírtuk gyerekek. Igen, Nem meginted. kell gondolkozni, hát kész van. Hát kész a dal. Mi a kérdés? Nincs több kérdésem, drága. Nagyon örülök, hogy itt voltál. Én és köszönöm, Nagyon hogy itt örülök, láttam. hogy így a MIPA színpadon, de itt az otthonom van is. Lehet, hogy ott még Valószínűleg. És nagyon köszönöm. És nagyon sok jót nektek, magyar és angol dalokat, és yeah. tervek megvalósulására. Neked is. Neked még jobbakat. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Mi nagyon élveztük Ivánnal a beszélgetést. Ha van kommentetek, gondolatotok, Azt nem, nem írjátok le, írjátok le, érzést, véleményt, minden jöhet, kapcsolódjatok, de ha kapcsolódni akartok még inkább, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és gyertek a zárt Facebook csoportomba az a címe, hogy Igen, igen, mint ahogy ennek a podcastnak is, mert hogy megoldásokról beszéltünk, igaz történetek mentén. Köszönöm, hogy már itt voltál. Én köszönöm a meghívást.